Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szerlacsik Miklósnak hívnak. Kezdjünk is hozzá. Nézzük meg, hogy kik is vagyunk mi. Mit csinálunk. Tehát vannak olyan szervezetek, amelyek azzal foglalkoznak, hogy jobb legyen az emberek számára. Mi nem csak azzal foglalkozunk, hogy jobb legyen az emberek számára, hanem azzal, hogy aranykor legyen. Nekünk az a küldetésünk, hogy aranykor legyen a bolygón, és hát nem tudom, tudjátok-e, hogy mit jelent ez? Tehát, hogy mit jelent ez, hogy aranykor? Tehát az aranykor azt jelentené az emberiség számára, hogy mindenki olyan magas etikai és tudatossági szintre jut fel, hogy nem kell irányítani senkit, mindenki tudja a dolgát és teszi a dolgát. Tehát nincs szükség olyan fajta irányításra, mint ami most van. Az aranykorban nincs szükség pénzre például, nincs szükség vagyonokra, ami azt jelenti, hogy abszolút az aranykornak ahhoz a társadalmi formához, ami most van, és ahogy a társadalom működik, az aranykornak semmi köze hozzá. Tehát éppen ma olvastam egy szervezetről, valaki átküldött valamit, hogy olyat, hogy nem vagyunk egyedül, és akkor úgy beleolvastam, de annyi elég volt, hogy beleolvastam, mert gyakorlatilag ott mondhatnánk azt, hogy ezt a fajta társadalom megreformálásáról lenne szó. Na most ezt a fajta társadalmat, amiben most élnek az emberek, illetve élnek mondjuk 7000 év óta, hát azt már többen akarták megreformálni, és valahogy sose jött össze. Tehát, hogyha ezt a fajta társadalmat kellene megreformálni, az halott dolog lenne. Tehát addig, míg ezen a bolygón elnyomók működnek, addig semmilyen formában maga a társadalom nem megreformálható. Addig, míg az emberek nem egy magas szintű etikát követve élik az életüket, addig hiába próbálunk bármilyen megreformálást csinálni. Tehát az önmagában, hogy az ember tudatossá válik, vagy tudatosabbá válik, mint amilyen eddig volt, az önmagában kevés. Olyan szinten kellene az embereknek művelni az etikát, ami garantálja azt, hogy például ne éljék úgy az emberek az életüket, hogy elmulasztanak dolgokat. Mulasztanak, inkább úgy mondanám. Ne éljék úgy az életüket, hogy például olyan dolgokat csinálnak akár a mindennapjaikban, amire önmagán kívül igazából senki másnak nincs. Igazából azt mondhatom, hogy haszna belőle. Tehát az aranykorban úgy működne a működés, hogy az, amit az ember csinálna, az emberek működése úgy működne, hogy az, amit az ember csinál, az legalább annyira a többség érdeke, illetve az emberek érdeke, mint a saját érdeke, mondom, legalább annyira. Na most, ha megnézi az ember, hogy a mai korban, mondjuk onnan, hogy reggeltől föl kell és este lefekszik, mivel tölti úgy az idejét, hogy az az emberek többségének az érdekét szolgálja,
Hát nagyon kevés ilyen emberrel találkoznék a világon. Tehát a legtöbb ember olyan dolgokkal tölti el az idejét, ami nem hogy a többség érdekét szolgálja, hanem még sok esetben a saját érdekét sem szolgálja. Gondoljunk arra, hogy például mondjuk azok, akik dohányoznak, hány percet töltenek el mondjuk napi szinten dohányzással. De ugyanez vonatkozik, aki bármilyen mértékben szokott rendszeresen vagy rendszertelenül alkoholt fogyasztani. Tehát nem az alkoholistákról beszélek, mert azoknak ugye naponta kell fogyasztani alkoholt, hanem azokról beszélek, akik csak úgy hébe-hóba iszogatnak, és milyen módon és mennyi időt töltenek el azzal, hogy mondjuk iszogassanak. És hát még lehetne egyéb dolgokat is mondani. Nyilvánvaló, hogy mivel van egy testünk, valamennyire a testünket szolgálnunk kellene azzal, amit a testünkbe beviszünk, és amennyire a testünkre vigyázunk. Nyilvánvaló, hogy ezzel időt, tehát a testünkkel időt kell töltenünk azért, hogy akár fejlesszük, vagy ápoljuk, vagy gondozzuk, és pihentessük. Mert a testünknek van szükség a pihenésre, és a szellemüknek egyáltalán egyébként nem lenne szükség a pihenésre. Tehát gyakorlatilag, hogyha azon túlmenően, hogy az ember jelen állapotában egy 6-7-8 óra pihenésre szorul, amit elsősorban alvással töltenek el az emberek, és mondjuk 1-2 óra étkezést és a test gondoskodásával való foglalatossággal eltölti az ember az időt, de ezen kívüli dolgokkal, ha megnézi bárki, hogy amivel tölti az idejét, tehát a napnak ugye 24 órája van, abból mondjuk levesszük azt a 8 óra pihenést, meg azt mondjuk a 2-3 órát, amit magunkkal foglalkozunk, azt levesszük, akkor is akárhogy nézzük, marad 13 óra úgy durván. Tehát azt a 13 órát vajon az emberek eltöltik olyan dolgokkal, ami az emberek többségének az érdekét szolgálja? Ki van csukva? Lehet, hogy egy percet sem tölt el. Mondhatnánk azt, hogy akár az egész bolygón a legtöbb ember. Mondom, egy percet sem. Most az aranykorban ez a 13 óra mondjuk azzal töltödne el, hogy az ember olyan dolgokat tesz, ami az emberek többségének az érdekét szolgálja. Vagy akár azt lehet mondani, hogy minden ember érdekét szolgálja. Tehát az aranykor arról szólna, hogy az emberek, amikor aktívak, tehát éber állapotban vannak, akkor az idejük nagy részét olyan dologgal töltik el, ami az emberek érdekét szolgálja. Nem az övét, csak, tehát nem csak az övét, hanem minden ember érdekét szolgálja. Tehát mondjuk mondok példát. Tehát az, hogy mondjuk legyenek jól járható utak, eléggé minden ember érdekét szolgálja, nem? Tehát, hogy például legyen ehető élelmiszer, az is eléggé az emberek érdekét szolgálja, nem? És akkor most nem akarom tovább sorolni ezeket a dolgokat, de hosszú ideig lehetne sorolni azt, hogy
mi az, ami az emberek érdekét szolgálja, például a kommunikáció is az emberek érdekét szolgálja, de kizárólag nyilván olyan kommunikáció, amit abból az érdekből csinálnak, hogy egymás javát szolgálják avval is. Szóval az aranykorról eddigi keresgélésem és kutatásaim alapján valahogy azt látom, hogy még azok, akik is bármilyen szinten felhozzák ezt a témát, tehát előveszik az aranykor témáját, olyan hiányos tudással és ismeretekkel rendelkeznek, hogy azokból gyakorlatilag nem lehet semmilyen tudásra leelni. Tehát lényeg az, hogy miért kellene egy ilyen fajta működésnek lenni az ember számára. Azért, mert jó, ha tudjuk, hogy mi egy kísérlet, tehát egy lezárult kísérletben vagyunk. Egy lezárult kísérletben. Gyakorlatilag ez a kísérlet lezárul, csak még az utolsó lezárult, ilyen utolsó hullámai vannak. Ahhoz képest, hogy ez a kísérlet, ez kb. 1,5 millió évvel ezelőtt indult. Mondom, 1,5 millió évvel. És na most az a hullám, amit itt a végén mutattam, hogy a kísérlet lezárult, ez ebből a 1,5 millió évből mondjuk 53 év, az egy hány százalék lehet? Tehát nem számottevő, nem? Tehát nem számottevő, tehát 0, akárhány ezred vagy mit tudom én hány százalék. És miért mondom ezt? Mert gyakorlatilag ez már igazából nem játszik szerepet, csak abból a szempontból, hogy lesz aranykor, vagy nem lesz aranykor. Tehát akármilyen hihetetlen, az aranykorban nem lesznek olyanok, hogy kormányok, meg önkormányzat, meg ilyen hülyeségek, ilyen csökevényes, ilyen ózsdi, elavult intézmények, ami semmi másról nem szól, csak bizonyos emberek hatalmáról szól, mert semmi másról nem szól. Mert egyetlen egy olyan intézmény, amit állami pénzből finanszíroznak, vagy állami jövedelmet kapnak emberek, egyetlen egy intézmény nincs, nem csak Magyarországon, hanem európai szinten, EU szinten, amely az emberek érdekét szolgálna. Tehát egy sem. Tehát egyetlen egy sem. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy a jelenlegi állami vezetések bárhol EU-ban, azok az emberek érdekeit szolgálják, akkor óriási tévednek. Egy dolgot szolgálnak, hogy ők nekik minél több pénzük és minél több hatalmuk legyen. Csak az szolgálja, semmi mást. Ezért, ha bármilyen olyan dolog létrejön, ami látszólag az emberekért van, én attól a pillanattól fogva, amikor létrejött, fenntartásokkal fogadom. Mert megmondom őszintén, nem igazán találkoztam még olyan kezdeményezéssel, ami ne a pénzről szólt volna. Tehát ne a pénzről szólt volna. És ne mondjuk részegítette volna meg az embereket, az ott lévő embereket, mondjuk azok, akik létrehozták azt a dolgot, mondjuk a pénz vagy a hatalom, amikor már az kezdett alakulni. Tehát az egyik szünetben éppen mondtam, hogy egyre inkább olyan érzésem van ezzel az aranykor, mióta az aranykorral foglalkozok. Tehát és főleg az utóbbi időkben, hogy én más vagyok, mint a többi.
Tehát én azért jöttem, hogy segítsek. Tehát én azért születtem le, hogy létrejöjjön itt az aranykor. Tehát egyre jobban ugye azt érzem, hogy nem azért születtem, mint a többi ember, hanem én többért születtem. Tehát többért. Csak ugye az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy mégis átlagosan indult az életem, és azért buzdítok mindenkit avval kapcsolatban, hogy érdemes olyan életet élni, ami fejleszti az ember tudatosságát, mert egyszerűen csak attól függ az, hogy ön mire képes az életben, most csak pozitív dolgokról beszélek, és semmi szín alatt nem negatív dolgokról, tehát hogy ön milyen pozitív dolgokra képes, az egy dologtól függ, hogy ön mit gondol. Tehát mit gondol magáról, másokról, az életről, az ember működéséről, tehát mit gondol? Mit hisz önmagáról? Mennyire bízik önmagában? Tehát ez mindig, mind a gondolatával összefügg, minden egyes dolog, amiről most beszélek, az összefügg az ön gondolkodásával. Tehát, és hogyha ön úgy gondolkodna, hogy ön sokkal többre képes, mint eddig hitte magáról, akkor ön sokkal többre lenne képes. És hogyha önnek lennének olyan elképzelései, tehát olyan gondolatai, hogy ön miért kell, hogy éljen a hátralévő életében, tehát miért kell, hogy éljen a hátralévő életében, milyen céllal kell, hogy éljen a hátralévő életében, akkor, tehát hogyha lenne ilyen gondolat, akkor ez a, nem tudom, tudják-e, hogy ez úgy működik, hogyha egy embernek nincs célja, akkor elindul a halál felé. Egy embernek minél komolyabb célja van, annál jobban eltávolodik a halálának az időpontjától. Az nem azt jelenti, hogy nem fog meghalni, hanem csak annyit jelent, hogy sokkal hosszabb életet fog élni. Na most az, hogy az ember milyen hosszú életet él, az elsősorban attól függ, hogy milyen állapotban van, milyen hangulatban van. És ha az embernek vannak céljai, és tudja, hogy miért teszi a dolgát, akkor egy olyan hangulatban tud lenni, tehát úgy följön a hangulata, úgy megemelkedik a hangulata, hogy a hangulat problémák nem jelentkeznek nála. Tehát az, hogy ha az ember meg akarja javítani a hangulatát, annak elsődleges feltétele az, hogy vajon ön mennyire hisz abban, amit önnek csinálnia kellene. Milyen egyszerű a dolog. És minél jobban hisz abban, hogy önnek mi a küldetése itt a bolygón, annál jobb lesz a hangulata. Tehát, hogyha ez úgy működik, hogy értsük, hogyha az ember ismeri például az etikát, abban tanultuk azt, hogy vannak teremtői energiák. És tanultuk azt is, hogy mikor kapja az ember meg a teremtői energiákat. Ugye ez az etika kócsképzésen hangzott el, abból is a második hónapban. És az etika kócsképzés az alapok alapja. Mindennek az alapja. Tehát a bolygón az emberek csak a
ennek a két hónapnak a tartalmát betartanák, és úgy élnék az életüket, akkor az bolygón aranykor lenne. Ha minden ember így élné az életét. Tehát, hogyha az ember ismerné ugye az etika kócsképzés második részét, akkor tudná, hogy milyen teremtői energiákat tud kapni arra az ember, hogyha vannak céljai. Méghozzá olyan célja, ami felsőbbrendű érdekeket szolgál. Mondom, felsőbbrendű érdekeket. Persze ebben a célokban benne van önmaga is, meg benne van a családja is természetesen, de ez a teremtői energiákból csak 2/8 rész, és még ott van 6/8 rész. Tehát ha ön kicsit komolyabban venni azt, hogy önnek mi a küldetése és miért ismerkedett meg velünk, mert az nem véletlen, és hinne annyira magában, hogy ön képes gyakorlatilag a sokszorosára annak, amit hisz magáról, akkor nem lenne gondja a hangulatával, sose. Mert egyébként tök mindegy, hogy ki mit gondol. Tehát ön föl fog tudni venni egy ilyenfajta gondolkodást, hogy tök mindegy, hogy ki mit gondol. Ön tudja, hogy mi várható, illetve mi lesz. És tudja, hogy önnek mi a dolga, és le se fütyüli a sok hülyeséget önmaga körül. Főleg az olyan dolgokat, ami az egészet visszavetné abból az irányból, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. Tehát ez úgy fog működni, hogy értsük, hogy aki nem fejleszti föl magát az aranykor szintjéhez, az nem éli meg az aranykort. Tehát ami azt jelenti, hogy ha kell, akkor kis létszámú lesz a bolygó, és úgy lesz aranykor. És nem kell hozzá háború, meg nem kell hozzá földrengés, meg természeti katasztrófa. Hát eleve ott kezdődik, hogy mindenkinek van angyala. Tehát az azt jelenti, hogy több mint 7 milliárd szellemlény vigyáz minket. Azért mondom, hogy több mint 7 milliárd, mert van akinek 2, tehát ritkán 2, még ritkábban 3 őrangyala van. Most onnantól kezdve, meddig tart, mit gondolnak valakinek leállítani szerveit? Még leállítani a szívét? Meddig tart ez? Ez gyakorlatilag egy gomnyomás, így van. Éppen tegnap mesélte valaki, nem is tudtam, hogy az ő sógora az úgy halt meg, hogy egyik pillanatra a másikra. Megállt a szíve. Nemrég egyébként, nemrég. Nem is tudtam. Tegnap mondta. Egyik egyébként egy vezető itt a szervezetben. Tehát tipikusan úgy, ahogy elmondtam, hogy ezt csinálják az emberekkel. Tehát és ugye beszéltünk arról, hogy spirituális, tehát szellemi fejlődés ellenes volt a családban. Tehát esélye nem volt arra, hogy ő szellemi fejlődésen keresztül menjen. Le is állították a szívét. Ezt tudja, meddig tart? Bárkinek leállítani a szívét? Sem eddig. Hát egy pillanat műve, persze. Tehát, hogyha gondolja végig, hogyha a szellemlények azt megszervezik, arra képesek, ezekről én meggyőződtem, amiket most elmondok, hogy mitől mondjuk két autóba ülnek, mondjuk 80 utasok,
és létrejön egy baleset, a két autó összecsókolózik, és ott van benne a 8 ember, és maga a baleset körülménye 8 különböző ember életkörülményeikre vezet vissza, hogy nekik mit kellene az életükben másként csinálni. Hogy van ez? Hogy lehet, hogy az a véletlenül, persze, véletlenül, hogy lehet ez, hogy 8 embernek az életkörülményeire visszavezethető az a baleset, hogy nekik az életben mit kellene másként csinálniuk, mind a 8-ra, külön-külön. Csak azért tudom ezt, mert egy párszor már kihívtak közvetlen egy balesethez, és kielemeztem és megkérdeztem az ott lévőket, és mindenkire visszavezethető volt. Na most akkor mi ebben a véletlen? Tehát ha megszervezik azt, hogy mit tudom én, történik egy buszbaleset, és hogy nem ülhet ott, akinek nem kell ott ülni, és ott ül az, akinek nem kell, akinek ott kell ülnie, és ugye lesznek olyanok, akik mondjuk meghalnak abba a buszbalesetben, lesznek olyanok, akik túlélik a buszbalesetet, de azok közül is van, aki meg se sérül, van, aki meg megsérül, és hogy hol sérül meg, pontosan visszavezethető az élethelyzetére. Hát ez nincs megszervezve az egész. Tehát körülbelül 15 éve győződöm meg arról, hogy minden gyönyörűen megszerveznek. Még azt is megszervezik, hogy valaki mondjuk megbotoljon egy buckán a járdán, és elessen. Még azt is megszervezik. Nem, hogy kinyomnak ott egy buckát, hogy legyen, hanem az, hogy pont ön arra menjen, és megbotoljon. Jó, szóval lényeg az, hogy nem kell ezekben a dolgokban hinni, de ezeket nem innen szopom, jó? Nem a kis ujjamból, hanem ezeket az információkat kapom. Vajon mások miért nem kapják? Mert én azért születtem, hogy ezt az információkat átadjam, és nem, ez nem ijeszgetés, amiket én csinálok. Tehát van megoldás. Tehát amiket én felvetek, és ami ijeszgetésnek tűnhet, arra mind van megoldás. Például arra, hogy leállítsák az ön szívét, arra az a megoldás, hogy ne állítsák le, arra pedig azt kell csinálni, hogy fejleszteni kell önmagát. Oké? Olyan szintre, hogy képes legyen másokat fejleszteni. Képes legyen. Csak az a baj ebben kapcsolatban, hogy az emberek úgy gondolják, hogy ha már nagyon fejlett leszek, majd akkor kezdek el fejleszteni embereket. Hát ha én így kezdtem volna, akkor én sose fejlesztettem volna embereket. Ugyanis én amikor 91-ben elkezdtem az emberek szervezését, én egy hónapon belül már kezdtem létrehozni egy csapatot. Mert én úgy gondoltam, hogy egy hónap tudás előnnyel már előnyben vagyok, másokkal szemben. Azokkal szemben, akiknek nincs meg az a tudásuk azon a területen. És én ugye 91 óta foglalkozok azzal, hogy embereket szervezzek, és átadjam azt, amit én tudok. Mindig mondtam, hogy én olyan vagyok, mint a papagáj. Amit tudok, azt továbbadom. Nem tartok meg magamnak semmit. Tehát amilyen információt kapok, hallok, olvasok, egyébként akármilyen hihetetlennek tűnik, az elmúlt 7 évben azok az információk, amit olvastam vagy hallottam, az jóval kevesebb volt, mint amit kaptam. Jóval kevesebb volt. Például nekiálltam, mit tudom én, neves, spirituális vagy szellemi előadók könyvét olvasni, és egyszerűen abba hagytam, mert
mert a sok rizsa között elveszett a lényeg. Tehát nekem nincs arra időm, hogy én a rizsákat olvasgassam. De ami információra nekem nagyon szükség van, azt úgyis elém teszik. Úgyis elém teszik. Jó, vagy jön. Na szóval, lényeg az, hogy van nekünk egy mai témánk. Mi a mai témánk, tudjuk? Ellenkedés módszere. Aha. Tehát ugye mind, amit tanulunk, az az emberek tudatosságát fejleszti. De hiába akar valaki tudatos lenni, ha módszereket nem használ. Tehát a módszereket. Tehát hiába mondják meg az embereknek, hogy legyél ilyen, csináld azt, ha nem mondják azt, hogy hogyan. Hogyan kell olyanná válni? Hogyan kell azt csinálni? Tehát az ember honnan tudja magától? Tehát én is úgy kezdtem az egészet, hogy engem is tanítottak. Most az Istenem tanít elsősorban, meg az élet, meg az emberek. De egy ember olyan, mint egy tanító már nincs, mint ember. Már nincs. Régebben voltak tanítóim természetesen. Tehát én is úgy kezdtem. És ha az ember azt akarja, hogy tudatos legyen ténylegesen, akkor nem elég, hogy tanul, hanem azt használni is kell. Tehát kellenek módszerek, és kellenek alanyok, akin gyakorol az ember. Tehát olyan emberek, akik hagyják, hogy ön gyakoroljon rajtuk. Miért hagyják? Sőt, kérik, hogy gyakorolja rajtuk. Szó szerint. Tehát mit tudom, azt mondják, hogy figyeld, segíts már ebben, vagy ebben, vagy abban. Nem arrébb tenni egy zongorát, hanem szellemi dologban. Tehát, ha azt akarjuk, hogy tudatosak legyünk, miért kell tudatosnak lenni? Az ember úgy működik, hogy vagy tudatos, vagy ösztönös. Olyan, hogy vegyes, olyan nincs. Egy időben. Ha persze, hogy van, ha jó állapotban van az ember, akkor tudatos, ha rossz állapotban, akkor nem tudatos, akkor ösztönös. De egy időben egyszerre nem tud ösztönös is valaki lenni, meg tudatos is. Hiába akar valaki tudatos lenni, ha éppen az ösztönei működnek a rossz állapota miatt. Hát nyilván azt nem mondom, hogy ha valaki jó állapotban van, akkor ösztönös akar lenni, mert ilyen nem, még nem találkoztam. Olyan már sokkal találkoztam, amikor valaki rossz állapotban volt, és akkor akar tudatos lenni. Hát az sem működik. Természetesen egy ember tud rossz állapotban is, jó állapotban is lenni, és ezért tud ösztönös és tudatos is lenni, de nem egy időben, mint az imént említettem. Tehát miért kell a tudatosság? Mert az ösztönt a múltbéli emlékképek vezérlik, a tudatosságot pedig az emberi lélek. Na, ezt a gondolatot még sosem mondtam, úgyhogy ezt érdemes lenne leírni. Csak azért, hogy el ne felejtsük, jó? Tehát az ösztönöket, a múltbéli emlékképek, negatív emlékképek, a múltbéli negatív emlékképek vezérlik. Tehát a múltbéli negatív emlékképek vezérlik az ösztönöket. A tudatosságot pedig mindenkinek a saját lelke. Hát persze gond van azokkal, akik még azt se tudják, hogy nekik van lelkük. Hát azokkal persze elég nagy gond van, bár hallották már ezt a szót, csak nem tudják mihez kötni. Mert ugye valahogy ez kimaradt a biológiai oktatásból, meg az élővilág oktatásból, mert ugye először nekünk az volt valami élővilág, utána meg biológiát tanultunk.
és ez valahogy már kimaradt. Testünkről tanultunk, nem? Biológiában, testfelépítésről is tanultunk, de valahogy a lélek az, az ebből az oktatásból az valahogy kimaradt. Érdekes mód, nem? Ki az, aki úgy gondolja, hogy neki nincs lelke? Lelketlen. Oké, hát remélem, hogy nem csak itt a teremben, hanem minden itt a világban azt gondolja mindenki magáról, de jó lenne, ha ez így lenne, hogy neki van lelke. Na most az a baj, hogy az emberek erről nem sokat tudnak, magáról a lélek kérdésről. Tehát nem tudják összekapcsolni a tudatossággal, hogy hogy kapcsolódik ez a kettő dolog össze, a lélek a tudatossággal. Azt tudják, hogy itt van egy testünk, az buta, és tanítani kell, nem? Nem? Nem így viszonyulnak a kisgyerekhez például? A kisgyerek az buta, tanítani kell. De a teste az, ami buta. Hát hogy lehet a lelke? Okos. Hát persze, hogyha a keresztény tanításokat figyelembe vesszük, amiben manapság ugye azt mondják, hogy hát ugye azzal születik meg a lélek, hogy beleszületik a testbe, és akkor születik meg, és a léleknek előzménye nem volt. Hát persze, ha az ember ezt gondolja, mint a keresztény tanítások tanítanak, nem az iskolákban, hanem a hittanoktatáson esetleg, akkor ugye persze, hogy az ember azt gondolja, hogy hát hogyha a lelkem is most született, meg a testem is most született, hát akkor mind a kettő buta, és mind a kettőt tanítani kell. Tehát magyarul, hogyha ezt tanulja az ember, ezt hallja, akkor teljesen természetes dolog, hogy azt gondolja magáról, hogy én buta vagyok, és tanulnom kell, nem? Tehát onnantól, mikor öntudatára ébred, akkor mivel ilyen tanulmányokat folytat, vagy adtak át neki, ezért ugye azt fogja mondani, hogy hát én buta vagyok, és hát nekem tanulnom kell. Na most erre csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ha annyira buta az ember, akkor hogy lehet az, hogy egy felnőtt fél, egy kisgyerek meg nem fél? Hát mert annyira buta, hogy nincs benne félelem, nem? Mert ez lenne a válasz, nem? Hát de a félelem az okosság. Az az okosság része, hogy valakibe belenevelnek félelmet, akkor attól ő okosabb lesz. Hát a félelem a legnagyobb gátlás az emberiség számára, az emberek számára, ami létezik. Annál nagyobb gát nincs, mint amit úgy hívnak, hogy félelem. Az ember, amitől fél, abban nem fog bele, nem kezd bele. Ezt nem csinálja. Tehát a legnagyobb gátló tényező minden ember számára a saját félelmei, vagy nem? És akkor ez az okosság, hogy belenevelik az emberbe a félelmet? Nem az lenne az okosság, hogy nem fél az ember semmitől, nem? Tehát az autótól se kell félni, de az ember tudja, hogy az autó erősebb, akkor nem áll elé, nem? Nem fél az autótól, mert ha félne az autótól, akkor bele sem merne ülni, nem? Nem félni kell egy autótól, ami jön, hanem tudni, hogy ő erősebb, mint én. Nem? Ez ugyanolyan, mint hogy egy orrszarvú elé nem áll az ember, nem? Mert tudja, hogy az orrszarvú az erősebb, mint ő. Nem? Nem azért, mert fél az orrszarvútól, hanem mert tudja, hogy az erősebb, és nem kellene vele birokra kelni. Nem? De az emberek még attól is félnek, hogy mondjuk egy vállalkozásba belevágjanak. Hát ez nem egy orrszarvú, amely erősebb önnél, vagy nálad. Nem?
egy vállalkozás az nem erősebb, mint te vagy. Nem? Hát ha valaki vállalkozik, például itt van a Hunortrade, ugye a Hunortrade-nek én vagyok a vezetője. Hát a Hunortrade az olyan, mint én. Mert én vagyok a vezetője. Tehát egy vállalkozás az olyan, mint a vállalkozás vezetője. Nem? Minden vállalkozás. Tehát egy vállalkozás az nem egy rinocérosz, amikkel meg kell birkozni, vagy el kell előle menekülni. De az ember tudja azt, hogy valami erősebb, mint ő, akkor nem áll elé, nem? Nem kezd ki bele, nem? De az emberek nem csak attól félnek, ami erősebb náluk, hanem mindentől. Mit tudom, egy férfi fél megszólítani egy nőt. Miért a nő erősebb nála? Ugyanez, egy nő fél megszólítani egy férfi. Miért a férfi erősebb nála? És mit csinál? Leharapja utána a fejét? Vagy mit? Vagy arcon vágja? Vagy mi fog történni? És akkor valakik, emberek, mint a párkapcsolati gondokkal küzdenek. És akkor azért küzd gondokkal, mert fél megszólítani egy másik szemét, amely szimpatikus számára. Hát persze, nem az kell, hogy egy férfinek a farka vezérelje őt, hanem az értelme vezérelje, nem? Tehát, hogyha azt mondja, hogy nekem ez szimpatikus, ez a hölgy, akkor ha nekem szimpatikus, akkor általában ez mindig úgy működik, hogyha valaki számomra szimpatikus, akkor ez fordítva is igaz. Persze, hogyha egy férfit a farka vezérli, akkor semmi más nem akar, csak hú, de szép megizélni, nem? De akkor ez nem az esze, az nem a szimpátiáról beszélt az illető, nem? Hanem az ösztönei vezérelték őt, mert a farka az ösztöneihez tartozik. Oké? Tehát egy olyan világban élünk, ha megnézik, hogy az emberek félnek mindentől. Tehát félnek például, mit tudom én, megkérdezni valakit valamitől, valamiről. Még attól is félnek. Miért? Akkor mi lesz? Agyon ütik? Vagy mi fog történni? Tehát akkor az az okosság, hogy félünk? Hát ez a legnagyobb ostobaság, nem? Nem így van. Na most akkor a gyerek mivel nem fél semmitől, amíg kicsit, még nem ültetik bele a félelmet, akkor ki az okos? Hát erről van szó, és akkor a gyerek hogy lehet okos? Ha a gyerek buta és tanítani kell, akkor hogy lehet okos? Na akkor nézzünk más példát is erre. Nézzük meg az időseket. Mit csinálnak az idősek? Beszéljen már egy idős emberrel. És a legtöbb idősem, most ne PPH-sokkal, jó, hanem PPH-n kívüli emberekről van szó. Beszéljen egy idős emberrel. Szemébe fog, az ön szemébe fog nézni, mikor beszél. Tehát az a személy, akihez beszél idős emberként, a szemébe fog nézni. Ki van csukva. Alig talál olyan időst, aki az, ha beszélget vele, a szemébe nézzen. Na most. És az jó, hogy nem néz az ön szemébe? Hát ugye ez egy tipikus dolog, hogy az ember befelé fordul, tehát nem kifelé forduló, hanem befelé forduló, akkor nem néz a másik szemébe. A gyereknek próbáljon már beszélni. Még nem is lát élesen, már odafordul és az ön szemébe néz. A csecsemő. Ha szól a csecsemőhöz, belenéz a szemébe úgy, hogy nem is látja ön tisztán. Na akkor ki az okos? Az az idős, aki 80 évesen képtelen arra, hogy valakinek a szemébe benézzen, belenézzen, az az okos. Vagy a csecsemő, aki most született és belenéz bárki szemébe, aki hozzászól. Na akkor ki az okos? Beszéljen egy időssel, aki hú, mennyit megért, mennyit tanult. És mondjon neki valamit, és úgy fogja érteni, ahogy ön gondolja. Egyáltalán nem félre fogja érteni azt, amit ön mond. Pedig milyen okos, 80 évet tanult. Aha, és a gyereknek mond valamit,
és pontosan azt fogja csinálni, amit mond neki. És akkor ki az okos? Az, aki 80 évet tanult, vagy aki újszülött, vagy kisgyerek? Ki az okos? És vajon miért okos? Mert van lelke. Oké? És ő még olyan állapotban van, hogy képes hallgatni a saját lelkére. De az a 80 éves, aki nem néz a másik szemébe, meg félreért mindent, amit ő mond neki, az már a saját lelkétől olyan távol áll, hogy meghalljon bármit is a lelkétől. Mint akkor Jeruzsálemtől. Akkor ki az okos? Nem véletlenül a lelkünk. De hogy lehet a lélek okos? Hogyha az is most született a keresztények szerint, akkor az nem lehetne okos. Olyan butának kéne lenni, mint a saját testünknek, nem? De valahogy nem ilyen a lelkünk. A lelkünk az okos, mert a kisgyerek hallgat rá. Tehát visszamenve, hogyha egy ember hangulata rossz, akkor lenémítottam, és mégis csipog. Há, hogy lehet az? Nem értem. Na, mindegy. Tehát, hogyha egy embernek lemegy a hangulata, akkor nem tudja a lelke üzeneteit venni. És a csecsemő azt tudja a lelke üzenetét venni. Tehát, hogyha az a lélek most született volna a csecsemővel, akkor honnan tudna dolgokat? Például olyat honnan tudna, hogyha valaki beszél hozzám, akkor a szemébe kell nézni. Honnan tudna olyat, hogyha valaki mond valamit, akkor úgy kell csinálni, ahogy mondja? Honnan tudna? Hát csak úgy, hogy van tapasztalata előzőleg, tehát nem újszülött a saját lelkünk. És a saját lélek az nem újszülött. Akkor onnantól kezdve lehetne rá hallgatni. De csak akkor tudunk hallgatni a lelkünkre, ha jó állapotban vagyunk. Hát komolyan kiviszem. Az enyém. Miért hangos? Na mindegy. Hát a csengő hangot kellene lenémítani, én meg... Jó, csak sistereg. Azt írták, hogy jó, csak sistereg? De az jó, hogyha izélnek, SMS-eznek. Mármi nem jó. Nem örülök neki. Azt mondja, most jó a hang, most már jó. Mintha kibekapcsolódnának az előadás. Szakadozik a hang. Jó, már nem, az már nem. Ez egy korábban volt. Honnan írták, hogy rossz meg jó? Azt mondja, 52-53, fél perc, ugye, ahogy mondod, igen. Fél perc múlva azt írták, hogy jó, tehát egy fél perc maradt csak. No, szóval úgy jön létre a tudatosság, hogyha az ember képes arra, hogy vegye a lelke üzeneteit. Tehát ahhoz, hogy az ember lelke üzeneteit vegye, ahhoz szükség van egy jó állapotra. Na most ezeket, hogy hogy érje el az ember, ezt máshol nem tanítják. Nem tanítják. Itt nekünk van egy olyan komplex képzési sorozatunk, 1000 órából, tehát jelenleg 1000 órából. 3 év alatt adjuk le az 1000 órát, havonta 30 órát. És ebben a
havi 30 órában kell csütörtökönként este adjuk le a tudást, illetve havonta egy vasárnap egész nap, és 24 nagy témát dolgozunk fel a 36 óra alatt, vagy a 36 hónap alatt. Például ebből az etika képzés, ugye az 2 hónap volt, tehát 60 óra, de van olyan képzésünk, amely 3 hónapos lesz, hogy így nézegettem, tehát nem kevés. És ebben a 24 nagy témában mindent, ami az emberi élettel és az ember működésével kapcsolatos jelenlegi tudás van, azt átadjuk. Hát ami jelenleg tudás nincs, azt a később, a következő 3 éves coach képzésben adjuk át, tehát az egész bele csomagolva coach képzésbe. Tehát rájöttünk ezelőtt 4 évvel, hogy amit csinálunk, az gyakorlatilag coach képzés. Tehát a coachoknak kellene úgy működni, amit mi átadunk tudást. A coach azt jelenti, maga a szakma azt jelenti, hogy ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben, és azt jelenti, hogyha egy coach dolgozik, akkor coachingol, a coaching pedig a kihozni valakit valakiből a legjobbat és a legtöbbet, a mi értelmezésünkben ezt jelenti a coaching. És amikor az ember tanul, akkor tudáshoz jut. A tudást ugye úgy érdemes elsajátítani, hogyha már közben az ember gyakorolni is tudja azt, amit tanult. Ez lehetőség van minden tanulónk részéről, hogy szervezzen további tanulókat, tehát tanulói csoportot szervezzen. Eleve egy tanulói csoportba kerül mindenki, de az nem az ő csoportja, hanem azoknak a csoportja, akik előbb kezdtek el itt tanulni abban a csoportban. De önnek is lehet saját csoportja, és mikor azt fogja tapasztalni, hogyha lesz saját csoportja, akkor a saját csoportjában lévő tanulóknak elég sűrű lesz kérdésük. Akár az élet, akár az ember, vagy a szervezés működésével kapcsolatban. És így tud gyakorolni, tud coachingolni embereket, és ha létrehoz egy tanulói csoportot, mivel ugye nagyon fontos, hogy az emberek cserében legyenek egymással, ezért ugye a tandíj jelenleg 72%-a az jutalékban kifizetésre kerül azok számára, akik a szervezésben részt vesznek. Akik nem vesznek részt a szervezésben, csak tanulnak, természetesen ebből nem részesednek. Annál magasabb a részesedés, minél több tanulót szervez valaki, ez minimum 32 és maximum 72%. Ez a részesedés egész egyébként az elmúlt években nőtt, nem csökkent, hanem nőtt. Aki gyakorolja magát a tudást, az képes lesz arra, hogy emberekkel bánjon, hiszen lesz csoportja. Tehát hiába akar az ember emberekkel bánni, ha rögtön az elején nem kezdi el azt, hogy legyen csoportja. Tehát mint mondtam, én annak idején 91-ben kezdtem el az emberek szervezését, azután, mikor megismerkedtem egy üzleti lehetőséggel, és nem hagytam ki gyakorlatilag egy hetet talán a szervezésből, és a többit nem hagytam ki.
Tehát én azóta szervezek embereket, és én ezt mindenkinek javaslom. Ha az ember tudatos akar lenni, akkor nagyon fontos, hogy képes legyen az elfogadásra. Tudják, miért kerültek ide az emberek legnagyobb része? Nem ide hozzánk, erre a bolygóra. Tehát ez a bolygó eléggé a galaxis szélén van. Tudja, miért kerültek ide? Mert ez hiányzik, ez a tulajdonság. Tehát ott, ahol voltunk, az egy olyan bolygó volt, amiről jöttünk, illetve olyan naprendszerből jöttünk, és egy olyan bolygóról, ahol aranykor volt. Aranykor. Igaz, hogy nem ezt a testet kell feltétlenül egy az egybe elképzelni, mert ön ott képes volt arra, hogy mondjuk 30 ezer évet éljen. Egy testet. Na most ahhoz képest ez a kis satnya kis 80 éve, amit most élünk, az elenyésző, nem? Na most aranykorban éltünk, azon a bolygón, ahonnan jöttünk, és nem most jöttünk, hanem már régen jöttünk. Tehát nagyon kevesen jönnek mostanában. Már régen jöttünk. És tehát az egészhez képest kevesen jönnek, vagy jöttek. És azért jöttünk, mert, tehát azért kellett eljönnünk onnan, mert az elfogadásunkkal gondolt. Tehát nem fogadtuk el azt, ahogy ott volt, ami ott volt, ahogy az ott működött. Azt nem fogadtuk el. És akkor kaptunk egy ilyen választási lehetőséget, hogy jó, akkor gyere le egy olyan bolygóra, ahol van lehetőséged arra, hogy ezt a nem elfogadást gyakorold. Tehát itt nem kell elfogadónak lenni. Csak aki nem képes az elfogadásra, az nem boldog. Az nem tudja boldogan élni az életét. Ugye az elfogadás azt jelenti, hogy egy ember képes arra, hogy egy történést, egy eseményt, egy cselekvést, egy tárgyat vagy egy szemét elfogadja úgy, ahogy az van, ahogy az megjelent, ahogy az történt. Teljesen érzelmek nélkül. Na ettől az emberek nagy része olyan messze áll, mint akkor Jeruzsálemtől. Tehát azért vagyunk itt, mert nem vagyunk képesek az elfogadásra. Tehát mondhatnánk azt, hogyha képes az ember az elfogadásra, hogy képes lenne az elfogadásra, akkor visszakerülhetne arra a bolygóra, ahonnan jött az aranykorba. De hát már itt kell megvalósítani az aranykort. Tehát egy olyan bolygóvá kellene válnia ennek a bolygónak és az emberiségnek, olyan emberekké kellene válniuk, akik képesek az elfogadásra. Hát ez nagyon nehezen megy az embereknek. Tehát az emberek túlnyomó többsége ezért jött ide, mert az elfogadással gond volt. Volt, aki ennél nagyobb problémája volt, például bűnözött, tehát etikátlankodott, azért került ide. Meg olyanok is voltak, akik nem tették a dolgukat, de hát az is egy etikátlanság. Nem tették a dolgukat, azért kerültek ide. De a legtöbb ember nézzen önmagában.
mennyire képes elfogadni a történéseket, az eseményeket, cselekvéseket, tárgyakat, embereket elfogadni úgy, ahogy vannak. Nézzem, mennyire képes erre. Ahogy az megjelennek, ahogy az ott felmerül az a dolog, úgy elfogadni. Úgyhogy nincs előítélet, nincs ilyen-olyan hozzátett gondolat, hogy de az miért ilyen, vagy miért nem olyan, vagy miért nem ezt teszi, vagy miért, nem, miért azt csinálja, miért így történt, miért nem úgy. Hány ilyen emberrel találkozik ön, aki képes az elfogadásra? Jó kérdés, nem? És akkor csodálkozunk, hogy miért ilyen az életünk? Minden idegeskedése az életében, mindenkinek, aki engem hallgat, meg aki nem hallgat, annak is, mindig azért történt, mert nem fogadta el azt a dolgot, vagy azt a helyzetet, vagy azt a szemét. Minden idegeskedés. Kivétel nélkül. Nem tudom, ki érezte jól magát akkor, mikor idegeskedett. Szerintem senki, nem? De mégis csinálják az emberek, nem? Miért csinálják? Meg volt a válasz. Mert képtelenek az elfogadásra. De miért képtelenek? Mert nincsenek olyan állapotban, hogy képesek legyenek. Hallottunk már Buddháról? Buddháról. Azért mondom, hogy Buddha, mert ha Buddháról beszélnék, akkor azt mondanánk még itt a szomszéd, a Dunán, Duna másik területe. Ugye Buddháról hallottunk. Ő eljutott arra a szintre, hogy a feltétel nélküli elfogadásra képes legyen. Tehát az ember erre képes. És ez akármilyen hihetetlen, ez hangulat kérdés. Tehát ő eljutott olyan hangulatba, hogy erre képes legyen. Nem egy-két év alatt. De valaki tanulmányozta valamilyen szinten az életét, akkor tudja, hogy elég sok időbe tellett neki, mire oda eljutott. De őt nem tudta tanítani senki erre. Neki magának kellett ezt kiszenvednie. Nekünk van egy óriási előnyünk ezzel kapcsolatban, hogy tudjuk ezt tanulni. Oké? Sőt, megvan a technológiája, hogy hogyan kell gyakorolni a feltétel nélküli elfogadást. Hát kérdés az, hogy ön be akar-e kerülni az aranykorba? Vagy inkább mi lesz helyette? Tehát aki nem kerül be az aranykorba, mi lesz annak? Nagyon egyszerű, nem születik újra. Valószínűleg egy minimum pár százezer évig. Tehát nem élheti meg azokat az örömöket, amit most megél. Tehát ne csak a rosszat nézze, nézze az élet jó oldalát. Az a baj, hogy az élettel kapcsolatban az emberek a rossz oldalt nézik. Nem a rossz oldalt kellene nézni, hanem az élet jó oldalát. No hát időm lejárt, szívesen beszélnék még akár hónap reggelig is erről a kérdésről, de hát kezdenünk kell az önismeret coach képzésünket, ahol pont az ember működéséről van szó, és van szó a lélekről is. Önismeret coach, tehát még egy képzésünk lesz az önismeret coachból, ez most lesz vasárnap. Tehát aki a vasárnapon részt vesz, és már tandíjat fizetett, akkor grátisba kapja a vasárnapi képzést. Újként mondom. Aki tanuló, az természetesen ugye a tanulmányainak része. Aki oda jön, és újként jön, tehát mondjuk ott fizet a helyszínen, az
ha úgy gondolja mégis a végeztével, a szeminárium végeztével, hogy neki nem kell ez a fajta tudás, akkor visszakapja a befizetett pénzét. Tehát ott van erre lehetőség, hogy valaki ott előtte fizet, és a végén visszakapja. Tehát mindig aznapra vonatkozik ez a visszafizetés, ami nem leírt, csak csináljuk. Tehát szokás, inkább úgy mondom. Hát nagyon szokás még nem lett belőle, mert nem nagyon kellett visszafizetni senkinek. De hát akkor is ezt betartjuk természetesen. És ha valaki befizeti ugye a jövő hónapi képzését, az grátisban megkapja a vasárnapot, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit újként. Vasárnap az Üllői út 94-ben 10 órától várjuk a vendégeinket, és 11-kor kezdődik az önismeret coach befejező része, és kezdődik a hangulatjavító coach kedden. Ami egy nagyon jó téma, és ha jól emlékszem, nem egy hónapos téma, hanem kettő hónapos téma, ha jól emlékszem. De nem biztos. Majd utána kell nézni. Na szóval, ha szimpatikusnak tűnik a dolog, akkor várjuk szeretettel közénk, csináljuk meg ezen a bolygón az aranykort, lehetőleg minél több embernek. 280 millió coachra lenne szükség, általunk képzett coachra. Olyanra, aki képes a tudást is átadni, hogy az egész bolygón aranykor lehessen, az emberiség nagy részére vonatkozóan. Tehát legalább 5 milliárd emberre. Tehát legalább 5 milliárd emberre. És mi lesz a többivel? Hát sajnos őket úgy hívják, hogy menthetetlen. Jó, tehát további jó tanulást kívánok mindenkinek. 20 perc szünet után kezdődik a coach képzésünk, az önismeret coach. Köszönöm a figyelmüket, örülök, hogy ezt a lehetőséget elmondhattam önöknek, illetve beszélhettem egy kicsit ezekről a dolgokról. Köszönöm a figyelmüket, további jó estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!